A kaszinóban úgyse fog soha pénzt csinálni. Vagy rabolj bankot. Az mondjuk már potenciálisabb pénzszerzési lehetőség. Ide kell jönne, nem? Tanszéki, azaz. Szevasz Twitch, szia! Boldog Csincsunk átkot mindenkinek, ez az teljes mértékben, Csincsunks. Elfogyott a málnámsz. Iszunk ezért ásványvizet. Akkor a műtét elkerülhetetlen, mint az ítélet napja? Így is fogalmazhatunk, hogy a műtét elkerülhetetlen, de a műtét egyetlen lehetőség. Arra, hogy ez jobb legyen. Ez csak rosszabb lenne, mert mindenki azt kérdi tőlem, hogy húgyozok-e mávért. Ezért nem is kaptam a rokkantságit még, aztán hogy orvos nem is mondta, hogy azért nem kaptam, mert még nem vagyok megműtve. Szóval, hogy húgyozok-e vért, ez volt első kérdés a szociálisba. És most itt a dokinál, aki mondta, hogy operálni fognak, ő azt kérdezte, hogy érzem-e a lábomba, hogy benne van a dolog. Hogy bele... Vagy ott is van-e fájdalom, meg minden. Mondtam, még nem. Azt mondja, igen, ő is lássa, hogy még nem. De hát ez oda fajult volna ki ez egész dolog. Hogyha ez még... Úgy képzeljétek el, hogy úgy mondjuk volt ott 5 porckorong például. És a képen lehetett látni, hogy tiszta szép szürkék, mondta orvos is, hogy tiszta szép szürkék azok a porckorongok, azokkal minden rendben van. És a legutolsó az már ilyen feketés volt. Az, hogy ez totál káó volt, meg volt egy ilyen dudor a végén, szóval az ott teljesen rossz, bár, és ugye hát az a sér, meg minden. És hogy ez a későbbiekben, hogyha az nincsen megcsinálva, meg hogyha eddigi dolgot nem segítettek, ami azt a minden van itt, akkor, ugye sajnos sok évre rá még, mert így el lehetne idegéni persze, csak hát ugye nem tudsz a munkát találni, amiben még ömelned kéne, meg minden. Meg egy rossz mozdulat és véged van. És sok évre rá, akkor jönne az, hogy már nem tudsz menni, csak egyik oldaladra, mert hogy annyira már lábaidba is benne vannak, meg már jönnek ezek a vérvizelések, meg minden faszom. Hát ez ki a faszom akarja megvárni, érted? És mindig is összes orvos ebben van elhal, vagy ilyen fiatalon. Ilyen fiatalon. Mert ők azt akarják, hogy megvárják addig azt, amíg az ember tolószékbe megy be hozzájuk, és majd akkor majd megoperálják. De engem megfognak. Hát igen, nagyon nem jó. Mert ugye ez már több mint egy éve húzódik ez a dolog. Amire eljutottunk odáig, hogy most igen, elküldtek ide, hogy beszéljek orvossal, hogy ő mit mond, és ő is azt mondta, hogy igen, operálható a dolog. És tényleg higgyétek el, hogy orvosok nem akarnak operálni, szóval te csak, hogyha odamész valami bajoddal, hogy hát operáljatok már, meg érted, mert hogy ez fáj, meg az fáj, nem fogják. Úgyhogy tényleg a leges legutolsó pillanatban fognak operálni. Micsoda baba mindenség van itten! Aha, hát ez annyira nem szép szoba ez. És ugye az a baj, hogy már nem kapok sehonnan pénzt. Ez a legnagyobb probléma. Ugye ezen kell változtatni. A vérvizelés lesértő is? Persze, mert mondom, az a ideg, vagyis az a sér nyomja ideget. És ugye ez, hogyha még minden rosszabbodik, akkor ugye itt összeköttetésben vagyunk minden, ne ugye a lábokkal is, meg minden, ami ott van a testedben. Szóval az ott minden összeköttetésben van. És hogyha ez rosszabbodik, akkor ez belemegy a lábaidba is, meg hát mindenhova is ez a dolog. A sér és sér között is rengeteg különbség van. Teljesen nem mindegy, hogy hol van sérved. Vagy hogy például milyen porckorong, vagy hogy belülje van az a sér, vagy kívülje van az a sér, vagy köldöksér, vagy ágyéksér. Rengeteg van, rengeteg fajta, és ugye nem mindegy. És orvos is azt mondta, hogy hogy mivel most se tudok ömelni, és a operáció után se fog tudni ömelni 100%-osan, szóval én például soha nem fog tudni már úgymond tornázni, értitek? Szóval soha nem leszek súlyemelő bajnok, meg ilyenek. Ez már ilyen. Úgyhogy
hogyan mondják ezt? A munka képességem azért az lecsökken egy 40-50%-a, ez véget. Amire kéne kapnom majd a rokkantságit. Mivel azért egy férfi ember hol talál olyan munkát, ami nem fizikai, nem? Csak így kérdem én. Nagybátyám olyan 6-8 éve vár a műtétre porckorom miatt derekában. 6-8 éve! Az hogy a faszomba? Az, ez mi a faszom? Hát ott valami más bajok vannak, Twitch. Annyit nem lehet várni egy műtétre. Akkor ott valami nagyon nagy, ott valami sumbug van. Én voltam orvosnál, és másnap kaptam e-mailt a betegbiztosítomtól, hogy várólistán vagyok, és van dátumom is. Ami 9 hónap. És azt mondta orvos, hogy ez csak egy várólista, úgyhogy simán lehet, hogy előbbre raknak majd. Ó, azt a gri... azt a nézd meg, milyen gri... azt a minden... Tükezd beteleportál. Oda nézni, milyen green screen-ek vannak itt? Marekám! Hello? Szevasztok, sziasztok, hello, szia! Így szoktam streamelni, lássátok? Ugyanígy beszélek a kamerába. Így. És akkor nyomom, hogy szevasz, szia, hello. Csak nem ilyen nagy kamerába. Mindig más vesznek előre a várólistán, mert más sürgősége, meg nem. De 6-8 éve? Hát hogy nem lehet sürgős egy operáció? Ez nekem nagyon érdekes, ez a sztori. Itt már démosz ki a csaj. Elszökött a szó. Go check when a új felfedezés jogi kartantereb. Aha. Egy ilyen szobát kurvára elfogadnék streamer szobának, bazd meg. Komolyan mondom. Ez nagyon király. Itt belőle rendezve egy asztal, szépen streamelésre. Itt lehetne csinálni mindenféle mást. Az meg van egy ilyen irodát, tök jó. Itt mit nyomtatnak folyamatosan? Nani? Egy kiúzott nyomtató kinyomata és kiköpte ezt a papírt egy furcsa ábrával a tetején. A hátoldalon az alábbüzenet olvasható, téged kereslek, az anyád. De engem ne keressél, itt vagyok. Nagyon szép ajánl, nagyon. A már démon vérsz, át van itatva a démon vérsze. Most meg kell keresnem, hova futott a jogi kar tanterme? Jogi kar tanterem futás. Á, ott van. Hello? Sanyu, ni kan la. Zene yo. Inga chao bu huai da. Oh, zhuang dao le. Shibushi you tou chao guo? Eh, chao chao kan. Fa lu xi de chao zhege ganjue hen you feel. Sanyu monta ka doki? Gao di wo hu shen fu, hai men gen ni suan zhang. Hoi, asta monta ka nan fu shi keru li. Na, ugye hát ilyenekről nem beszélek. Hanem, hogy minimum 50%-kal jobb lesz, mint most. De akár 70 vagy 80%-kal is jobb lehet, de az ember függő. Mert utána még lesz rehabilitáció, meg fürdőre el kell menni, meg minden faszom, meg tornáztatás, meg ilyenek. De hogy minimum 50%-kal jobb lesz, hogyha kicserélik azt a rosszat. Beszéd versen bajnoki trófea. És én leszek a vasember mostantól. Vagyis onnantól kezdve. Iron Man. Leonardo da Vinci. Are you requi before? Kell valamivel ütni kell. Micsoda. Mi a feladatunk? Go check when a új felel...
De várj, de ez nem jó... Ez nem az a... Chen Changwao? Hol a faszomból van itt a papír, hogy mi ez? Jogi, hát ez az. Hát itt mi az Isten csinálja itt? Hello? Mit mondott ez a csöves? Hova menjek? Vagy valamit nem vettem észre. Aha! Ja, hogy ez ke... Kalapács, amely megtestesíti igaz. Ja, hogy most azt kell megütnem? Ó! Oh. Azt a kurva mennyi forint. Ez mi? 剑以符或用十方合. Aha, ez az a kard, amiről hallottunk. Ez a 剑. 特地藏起来的感觉就很威耶. 你不要就给我. 还是我保管吧. 我们直接去校警室吧. 调监视器最快. 可以找到其他人就更好了. Tudtad, hogy Leonardo orosz volt? Benne van a nevében, hogy de. Úristen. Úristen! Csóró Leonardo da Vinci. Vagy a Caprióra gondolsz, melyikre? Caprió, bogyó? Capri bogyó? Leonardo? Irány az iskolabizottság iroda. Iskolabizottság... Da Vinci. Iskolabizottság... Az... ez az? Ne basszál fél, ott hagytam a pénzt. Úristen, ilyen csúnya tett. Tényleg, bassz meg. Köszi! Ez a csáó, ez teljesen azért. Nagyon hajlékony, azt már lássuk. Ezt megérintette a Mari, lássátok? Ott van a kezén a érintés. A érintés. Azt a kurva! A Nami az most itt... Én nem is tudom, hogy a Nami mikor vágott ilyen arcot amúgy a animébe. Szivara is forintokba került ez a nagy ez a image a maga, nem? Nem tudom, mennyibe került, de nagyon szépen köszönöm. Az a baj, hogy ezt én nem látom. Valamelyiknél látom, de ezeknél nem látom. Nagyon szépen köszi. Az igen. Ilyen jelet csak neked van. Csak ez a szivars jel. Only. Ja, hát meg nekem. 30 bit. Az igen. Toalett. Ide nem megyünk a toalettra. El toaletto. Még most jön rám ez a kurva betegség is. Nátha meg torokfájás, ennek nagyon örülök. Remélem ez át fog menni rajta. Mert nincs kedvem beteg lenni. Konkrétan szerintem másfél éve nem voltam beteg. Most nem tudom, honnan jött rám ez. Erre hova kell mennünk? Irány az iskolabizottsági iroda. Hát ilyen nincs. Hát ilyen itt nincs. Ez nem itt van. Nem ittene van-e? Tü-tü. Hát ez egy picit másabb, mint, ez a mint a kettedik része ennek a játéknak. Az izgibb volt egy fokkal. Irány az iskola, bizottság iroda. Jó, hol van ez? Soha nem tudom. 我说你哦，从宿舍开始就阿全阿全这样叫，太明显了吧？想说什么就说。我把你们当朋友，你们什么都不告诉我。都不敢说啊。可以的话，我也想大方公开，可是。学姐那边，我知道啦，我不会到处乱说，你放心啦。 Hiányzik a szöszéreket? Itt van más, van más a szöszéhet. Diák kollégiumka. Ja, idejövünk akkor, nagyon fasza. Ez az? Nem. Na vártak a faszom, hol a tökönben van a iskolabizottsági iroda? Megnézzük itt a útjelzőket, várja. Iskolabizottság, az kell nekünk, nem? Ha, jobbra.
Arra egyenlősen, na gyere fiam. Megyünk a iskolabizottságba. Iskolabizottság izon. Most az a iskolabizottság? Aha. Very big. Szóval ezek a szereplők még utolsó nem voltunk, és az a Démoszki csajott középet fönt. Legalábbis az nagyon ilyen elmalátkozva. Mi ez? Hát figyelj, mindjárt elolvassuk. Xinyusz, tudósítás a hídátkáról. Időszaktól függetlenül a természet feletti jelenségek mindig is népszerű témák voltak. Cikk címe a hídátok tragédia a jól ismert egyetemi legenda mögött. Dátum 1989. június 10. Bazd meg, majdnem annyi van. Tartalom The Bridge Curse of Tung Hu, az egyetem régóta közismert és magába foglalja az egyik tabukat is, amelyeket a helyi hallgatók szívesen megküzdenek. A plegykák szerint, amikor az éjfélkor az elátkozott hídon sétálsz, egy női szellem jelenhet meg és megöllehet. A séta közben megszámod a lépcsőket. Ami a női szellem kilétét illeti, és azt, hogy mi történt vele a halál előtt, a mítosznak számos változata terjedt el az egyetemen. Vizsgálatunk szerint az eredeti esemény egy Chen nevű diáklány szexuális zaklatásához kapcsolódhatott, amely 10 évvel ezelőtt történt ezen a napon. Sajnos az esetet bizalmasan kezeltük, és nehéz további információkat találni. Persze, hogy szexuális zaklatás van a háttérben a kínaiaknál. Szeretik. Polipokat? Hogy érted? Senki sem tudta, hogyan és mikor rakták fel ezt a festményt. Ez a híd. Aha! Itt meg ilyen nagy security szoba van. Látogatói rekord. Egy régi rekordkönyv, ami minden ismert egyetemi látogatót tartalmaz 79-be. Két nyomozó, egy törvényszéki nyomozó. Shin Hyo Chen szülei. Négy nyomozó, két törvényszéki nyomozó, és egy taotista pap. Sanne! Nikoli kolájla! Csápozzák egymást? Mit találtál, fiam? Jön a kezedbe. Aha, ez a taotista pap meg a kardja, nem? Ez az ördögűzés, Viki. De a csápozás az mit akar, az mit jelent? Okosítsatok már ki engem is. Keresztvetvény, ha majd a házat ezen a nyelven az. 3. 我们一直没找到另一半的七星剑，只有一半真的有用吗？哎，妈的，那我自己一个人去行了吧？只有一半又怎样？不知道作用怎么知道有没有用？总比等死好。东西都给我啦。
S 和 Chao， 我觉得不是，阿哥先别帮。要是成功了，你们要请我吃大餐，好好感谢我哦，还要每天恭恭敬敬喊我一声文耀学长 ，OK？ 哦 ，OK。哼，szerintem a hentai jól kevered， nem mintha tudnám。Aha， persze。等找到大家。Szóval mi az a csápolás？Ezt mindig nem tudom. Még egy ilyen faágat találtunk, ma kettő van. Azt tudom, hogy itt is Twitch-en szoktak küldögetni ilyen csápokat, ilyen polipokat, de hogy az mit akar? 110% hogy meleg? Ja, szerintem. Oda nézni, ilyen papucskák vannak ott? Papucskák. Aha, aha. Hoppá! 那是大天跟林恩，他们要？Kollégium felé tartanak ezek. Nem mondom ki a neveket. Ők ketten. És van valaki szembe velük. Hello, 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 hello. Hát odafigyelj magad elé, ott van a Mari. Nem veszik észre. Bazen nem lássák Marit. Ú, annyira tudtam. Annyira tudtam. Azért is vettem hátra, bazd meg. Nandó, ta jó, hogy 大天跟林恩下手? 不行。我得赶快找到阿全，跟他一起去救人。Valahogy éreztem, annyira közelített a kamera, és annyira én is közelítettem, hogy tudtam, hogy itten ez így van megcsinálva. A népszokás. A banyana leaves. A banyana levelek jók a gonosz energián taszítására. Az egyik népszokás, hogy a leveleket isteni védelemre hordják, amikor szerencsétlenség helyére például a kórházba vagy temetkezési irodába látogatnak. Talán tisztítószerként is szolgálhat, amikor nem kívánt entitások kísértik. Nem ártana magával hozni néhány levelet, amikor késő este az egyetemen bolyong. Szóval senki nem tudja, mi ez a csápozás. Hey, yes. Hopp, följöttünk a tetőre. Ahonnan a szőke piros magas sarkú ribanc leugrott. Így ez nagyon furcsa nevetés. Hogyan boldogultál az a kurva hazudik nekem, az mondja? Milyen csápozásról? Hát amiről beszéltétel arra a polik csápokról. Azaz! Nyit meg rögtön tudja. De ennek mi a jelentősége? Ezt minden tudtam meg. Ajjaj! Most fogunk átváltozni Venomba. Ments meg, szerelem, vagy belehalok. Szeresd gyengéd, mint régen, kérlek. Te vagy az egyetlen. Aha, ezt most jól megmondta neki a gyerek. Ja, azt nyit mag se tudja, hogy mi a jelentősége, de jól néz. Hát marha jók vagytok. Fasza, hogy itt mindenki csápozik, meg izé. Mi a arcon csapkodás? Fasza? Vagy mi az Isten jelent? Valami ilyesmit jelentett, ami más jelentett a polipozás. Hello? Mondjuk, hogyha ez lenne a jelentősége, nem hiszem, hogy a Twitch képekbe a emótából ez benne lenne. A pulykázás? Na várjál, a pulykázás az nem, szopás. Vagy én nem tudom. Én nem ismerem ezeket a szlengeket. Én megmondom Franco, hogy mi van, és kész. Érted. Ezek már ilyen jelek. De katonai jelek. Pulykázunk egyet? Lehet, hogy valaki ezt mondaná nekem, hogy pulykázunk egyet, én meg mennék a boltba menni pulykát, érted? Bebasznám a sütőbe, már raknám rá a fűszereket, meg mindent.
Hát valószínűleg azt csinálnám, mert azt sem tudom mi az. Twitch-en ugye bikinis lányokat se lehet látni, mondjuk az igaz. De még mindig nem tudjuk ennek a jelentőségét. Vagyis a értelmezését. Hallottam olyan hentájt, amiben egy polip az összes likat betömte a csajon. Micsoda! Szevasz Ironside! Szia, hello! Vannak ilyen polip csápok, amik egy japán néni minden testnyílásába is bemennek, úgy kb. Ennyi. De ez csak az egyik haverom olvasta. Aha. Mindenkinek milyen jó haverjai vannak. Nekem miért nincs elki a haverjai? De hát most így elmondták a haverjaim nekem is. Aha. Ja, most... Ja, akkor... Aha. Értem. Szóval, hogy egy ilyen polipot... De akkor nekem ne küldjetek ilyen polipot, légy szíves, mert nem szeretném, hogyha Nyitmak meg Dávid a minden lukamot betömné. Oké? Okay? Nincs olyan sok rajtam, de azért nem akarom. Ki égté? A naptól, vagy mitől égté ki? A szivar, nézd meg mekkora pénzeket fizet itt a nagy izékért. Még mindig nem. Mennyibe került ez? 30 forint, azt mondtátok. Nagyon szépen köszi, szivarsz. A 30 cheers-t. Köszi, köszi. Fel kell írnom egy papírra, bazd meg, nem tudom. 10 óra munka? Megállás nélkül? Kapják be. Ez egy geci élet ez. Meg kell nyerni a Eurojackpotot, a lottót, és akkor minden rendben lesz. Na, megjelent a Mari. Ajjaj. Ajjaj, nagy a baj. Itt futás lesz szerintem. Menekülés. Futás! Ja, ez a gyomba tudom. Micsoda? Kell még egy szó. Mielőtt... Háá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 
是你吗？ 你来了？你来接我了吗？ Kövessi Jos Pepper nyomát! Most idehozott minket a szaros izéhez, budikhoz. Jó, de ezt túléltük, ezt a menekülést, hála Istennek. A ember úgyis addig jó a munkahelyén, amíg dolgozik, mint a geci. Aztán véletlenül elkövetsz egy hibát, vagy ha még nem is követsz el egy hibát, akkor majd gyártanak egy hibát. Ő szerintük. És úgyse arra fognak emlékezni soha, hogy te, mit tudom én, 10 éven keresztül kurva jól dolgoztál, hanem majd a utolsó pillanatjaidra. Mi volt ez a teleportás? Fogalmam sincs. Soci? Amíg valaki nem saját magának dolgozik, addig mindig csak egy rakás szar darab lesz. És hiába hívják főnöknek, vagy akárminek. Annak is van egy főnöke. 女鬼是真的，找到超度方法，少见。 Mi volt a leírva? Kard nélkül semmit se tehetünk. Kövess Josh Pepper nyomát. Na hol vagy te, szőke? Szőke Sziklonsz. Hopp, ott egy hullánc kifekszik. Hello? Hiáltak a 112-t? A gyors mentőt? Ez az egy buzi gyerek, nem? Az lesz az. Szevaszt! Fiam, mi történt? Wenya... Ennek kampó lesz, nem? Kámba... Búlön ni zsendzsá kicsi... Zsúho do hájsi hui szi... Do si meió jón de... Meió bánfá tálgó zúzsó... Dőbúci... Hájó... Szíjsi ni... Szúán ni zsánhuá hén huáj... 但是我知道，你都有在关心我。那 még mindjárt megtámadnak engem a fejetlen horgászok is. A kurva anyát!
elnézést. Bu kanal. Egyből kettő lett. Futás van. Úgy érzem. Hello? Nekem lukam van, te nem szeretsz. Szeretem, nem a lukakot szereted elnézni. A kur... Micsoda? Takarodj ide! Facom. Utálom. Akkor keregetnek, mondtam már. A kur... Oh, mi a fasz volt ez? Mi a fasz? Baszd meg, még a kezemet is megkarcolta. Hát a méremet adom ezért a játékért, te hülye. Ah, azt a kurva. Hát, hogy szembe jött velem ez a szar, végighúztam a kezem mindenen. Ah. De ez a buzisrác. Jó, úgy döntött, hogy most észrevesz. Megijedtél, Alexovics? Nem csak te. A tököm is visszaugrott a gyomromba. Semmi baj. Jó, ez nem volt jó ötlet. Semmi baj. Használja ki jól borítókat, hogy blokkolja a rálátást, és elkerülje, hogy szellemek észleljék. Jó, bebújjunk először a budiba. Hát én is nagyon beszartam, azt kell, hogy mondjam. Jó, egyszer nem vesz ki a budiból, de másodszor már igen. Jó. Ez szívás. Na jó, hogyha most... Akkor csak balra mehetek. Igen. Hát ez itt van. Ez a Nokedli gombóz, nem? Hát ez egy fasz. Hát elhagysz. Mint egy zomboid, érted? Azt hiszi, hogy a izébe van. A Walking Dead-be. Walking Dead-es cigány. Az Isten pirítson meg tégedet! Te pirított fejű krumpli. Kell, hogy várj, várj is meg, ne félj újra, visz... Az a kard. Az a kard, fékard. És mostantól én vagyok Anakin Skywalker. Szúrd le a gecit! Dildur! Megölte a jó nőt, nézd meg. Hát ennek kampó van. Még azzal a sapkásra nem voltunk, hogy igen? Ennek a játék eleje próbálok benézni a szoknyája alá, de mi nem sikerült. Mi nem volt a szerencsém. Meg alkalmam. Eh, úgy tűnik, hogy nagyon álmos vagyok. Maradj vele. Fogd a kezem.
既然学长姐不来，我们干脆主动点去吓他们。不来呀、啊，什么都不来呀、啊。可是我们要找谁啊？找文耀学长啊。那他在哪里？我怎么知道？哦，那我传讯息问他。传托 ？Telefon？ 我在那边 cookie 不打到那个。Hej Venia, vad är det här? Ha, ni bajsar! Ni är inte bara att säga till honom, hej, vi ska ta dig. Ah, det är det. Men jag har redan skickat det till honom. Infotech kutatuerade. Kedjan är snart tillbaka. Tack! Aha, så vad infotech kutatuerade där på Kevin? Kedjan sa att han är i studiet. Igen, itt idéztünk el szállat. Most már akkor hány ember halt meg? Most már kettőnek kapó van, nem? Kettő, három embernek. Infotech iroda. Kutató iroda második emeletén. Szöszi helyesebb volt. Hát, info... Azt nem tudjuk most visszahozni. Második emelet, akkor még egyet. Nem, akkor nem mondom még egyet, akkor itt valahol. Informácia Security Classroom. Nem ez az, majdnem. Aha! Ez az. Szóla. Kedves emlékeztető, egy ismeretlen személytől megkönnyebbül, ha elfejti a belépőkártyát. Kiestem, egy tartalmi belépőkártya a harmadik emeleten található. Ezt jól meg azt mondtam. Sőzán, hogy úliáó, eh. Oma, ha jöjjünk ma? Jöjjünk, ah, kamá bu jöjjünk? Jó, menjünk a harmadik emeletre, Csincsang. Oh, sajnos így, hogy a dolgok kéne, a gyakor csinál hó gyó. 还叫我自己去拿备用磁卡来开门。没吃的。Milyen jel kellett ragadni egy belépőkártyát? Mateos! Na küldött giftet Zoltánó! A székek meg itt maguktól futkároznak. Zoltán, nagyon szépen köszi Mateosnak a subgiftet. Köszi, köszi. A 14-et. Az igen. Kemény. Köszi, köszi. Mi a helyzet? Azt a milyen 1060-as grafikus kártya, beszarsz? Én is beszarok mindjárt. Nvidia GeForce GTX 1060-as grafikus kártya. Beszarsz? Oda néz. Hát igen, ez még egy két... Hát mikor játék ez, baszki? 1060-as. Az már nagyon régen volt 1060-as kártya. Hello, szia Zoltánó, hello! 1060. 1060-a nem volt soha, 1050-esen volt. Aztán 2070 szuper. Aztán 3080. Aztán 4080 szuper. El sem tudom képzelni, hogy már egyik grafikus kártyám volt. Mindegyik szériában volt egy. Mármint így a 10-től kezdve. Ja, meg 1080-as is volt, csak ez nem ennyi volt. Na, mit nem találtam meg? Belépőkártyát laborba. Ja, ez a harmadik emeleten van, nem? Hova indultam? Most itt a subgift megzavart. Közi még egyszer a subgiftet. Ja, itt kell megkeresnünk a belépőkártyát. Valamelyik tanteremzbe. RIP. Ez... Nagyon jó. Aha, ez valamilyen számítógépes tanterem kell. School. I egyenlő MX plusz C. Ezek nem nekem való számítások. Ezt már egyszer bebizonyítottuk egy horrorjátékba. Oda nézni, unatkozik a csajszi. Nem lehet benézni a szoknya ellen, nem engedi meg. Na, hol az a hülye belépőkártya? Keressük gyorsan meg.
GTX 1060 az év legerősebb grafikus kártyája. Micsoda? Alacsonyabb energiafogyasztásával, nagyobb memóriájával, a kedvezőbb árával ez a grafikus kártya többször is az első helyezést ért el a legnépszerűbb játék hardware kategóriában az éves Hardware Showdown versenyen. Azt a mindenségit. 1060. Az már minimum 6 éve. Szerintem. Jó, hol van az adott belépő kártya? Kártya belépő. Hajnali kettő, most vannak valami meccsek? Hogy így a háttérben azért rugdossák a tököt. Nekem is volt, majd utána lett egy 1070-es, majd egy 4070-es Ti. Hát akkor ott nagy ugrás volt, szivarsz. Akkor ott nagy ugrás volt a kettő között. 1070-ről rögtön 4070? Azért az ugri-bugri. Hopp, ott megpörögtek a székek. Can you hear me? Valaki van itt? Elvefett hoztad? Jó napot kívánok. Ne cukiskodjál nekem itt már. Kapsz egy sallert. Érted? Hiába van rajta szoknya meg ilyenek. Cukiskodó itt nekem. Jaj, mondjuk a 1070-et a fiam a mai napig használja. Hát jó, persze, hogy ha valaki nem 4K-ba játszik, akkor gondolom elég meg, ha nem fog grafon meg. 1080-ra lehet. Habár azért már lehet, hogy a mostani játékoknál egy 1070-es azért most már nem annyira. Biztos, mert én már láttam a játékot, ami... Hello! Mi történt? Nekem még a 2070 Supernél is volt bajom a 1440p-vel is. Volt olyan játék, aminek volt baja még akkoriban. Aha, itt valami... Hallod, Chung Chang? Kinyit ajtó, mehetünk. Ne kérdezz, hogy hogy. Jó... Jó srác kártya. Micsoda. Egy kártya, amelyet az emberek a szerelem rögös útjain kaphattak. Ez így szól. Kétségtelen, hogy kedves srác vagy. Nagyon remélem, hogy egyszer megtaláld az igazi boldogságot. Úristensz. Egy jó srác. Itt meg füst áramlik be. Micsoda. Halló? Ne! Áku! Pari! Micsoda? Hogy az a pusztulat rágná ki a lukad neked, te hülye? Ez baj. Segítség! De... Na, hát ez most megpolipozott. 100%-osan. Belém átdugta a nyelvit a szába. Jó? Te miért nem is, ilyenkor miért nem jössz velem, te szerencsétlen? He? Amikor kergetnek. A hülye szellemszek. Futár! Szavaztok! Ja, nem is, azt mondja, nem is, hogy hülye vagyok, elkúrtam megint. Takarodj innen! Másik oldalra! Szemét ribadsz. Oké, ezt most túléltük. Mert nem sok hiányzott szerintem. Nekem egyik laptopomban 1050-es voltam úgy. De mondjuk azon játszani. Akkoriban is nagyon kaka volt. Micsoda? Visszajött! De mekkora cső... Átbaszott! Nézd meg átkúrt! De most hova menjek? A mocskos mindenségét neki! Ő kinyissa ajtót ilyenkor, amikor... Most hova tűnt? Ő be se jött.
Fú, most nagyon gyors voltam. Hello? Na, most jött Berik. Igen, ő most ilyenkor kinyissa ajtót ott. Hogy mit csinál? Hát ez egy csöves. Jó, nem szeretem a fekete hajú lányokat, oké? Okay? Valahogy meg kéne várni azt, hogy kimenjen a teremből, vagy nem tudom. Mert abban rögtön visszajön. És ha visszajön, akkor hiába bújok be, akkor is észrevesz. Na most megállt itt, hello. Leselkedik, körülnéz, igen, tovább indulok. Tovább indulok. Kijövök. Visszajövök. Kijövök. Legúlok. Gyere már, te ribanc. Ott leselkedik amúgy. Hol agrózzuk be a csajt? Vagy így nem vesz észre, hogyha kukolok? Ne basszál fel. Aha. Jó, megnézzük a másik ajtót. Hú, tudsz, meg fog jelenni előttem. Ez baj. Vagy itt van valahol a belépőkártya talán? Talán egy tiktak. Nem merek felállni, mert rögtön megtámad az a csöves. De lehet, hogy aztán az kell, hogy bejöjjön. Nekem van egy olyan érzésem, hogy... Hello? Ott egy lyuk. Na bakki! Na, de szeretem a horror játékokban a lyukakat! Főleg, hogyha négy kézláb fog mászni szembe velem ez a csöves. Ez nagyon fasz. Zöli Zinália! Ez egy akkora magos labda, hogy ezt muszáj lecsapniuk, hogy itt valaki vászol. Ez nem létezik, hogy én ezt most itt túlélem. Szívba ügyileg. Készüljetek ti is. És ne! Zöliá! Zöliá! Zöngangá hajtaj Zöliá! De még vissza fog jönni, Mari. Idén szókonla. Zógyé. Tóczú zógyé. Jó, nagyon izgulunk most. Az mi a tököm? Ott valaki elfolyt. Aha! Az Marika. Az Maricsúj volt.
Most nem nézed? Milyen meccsek vannak most? Ez baj, hogy erre jön. Ez very big probléma nekünk. Igen, most meghalunk. Segítség! Ó, Istenem, ezt annyira utálom. A bújóskát. Ez nem olyan műfajom ezekben a játékokban. Még ijedté? Mitől? Takarodj innen, rohadt démonc! Ja. Jó, hogy előtte nyitom ki ajtót. Száj, száj! Jó, Google-ba kell mennünk, mert akkor nem vesz észre. Ugye előbbi tapasztalatok alapján. Gyorsan befutunk. Oda. Jó, ezt egyszer ezt ki tudjuk védeni így. Várunk egy picit, hogy eltávozzon. Aha, hello, szia. Hello, ne balra, jobbra. Úgy, köszönöm, nagyon jó. Még távolabb picit. Kezi csókolom. Úgy, még távolabb egy picit. FPS droppokban mozog, láttátok? Csak... Most ez kerülni fog... Az baj. Jó, most meghalunk, oké? Oké, okay, Eddie nagyon jó. Eddie nagyon szexi a helyzet. Nagyon szép budi rendszerek, meg minden, most futunk. Á, kurva anyát! Fasz! Nem tudom, mi ugrott felénk, de az valami messz... Hello? Zhenlian? Gama? Keresse meg a belépőkártyát, a laborba való belépéshez. De most hol? Akkor azt sikítottál, hogy majdnem összeszartam magam. Hát igen, mondta, itt horrorjáték alatt ezek ilyenkor előfordulnak, érted? Hogy sikítok néha. Ez benne van a pakliba. A 1060-es grafikus kárt, igen, meg egy szexi játék. A kínaiaknál. A harmadik emeletre kellett menni, most ott vagyok? Igen, ott vagyok. Jó, az alatt megtávolodott egy szöllem, itt voltak a bajok, nem? Nem ebből a tanteremből indultunk? Nem minden a hátsóból, igen. Ja. Ah! Kurva anyát, te hogyan jöttél ide, te csöves szar? Nekem ez egy mocskos ribanc amúgy. Ez egy mocskos ribanc. Csak így szeretném ezt így hangsúlyozni, hogy ez egy igazi szarházi. Oké? Okay? Meg lesz polipozva ez a lány. Ezt fixen mondom. Te nem jelsz be ez a férfi véte. Takarodj innen. Remélem nincs kukid. Jó, én se tudok bemenni. Aha, kis ártatlan. Annak tetteti magát, de biztos nem az. Tutti frutti, de nem az.
ez a jó fiú kártya. Hol van az a hülye belépő kártya, amit keresünk? Jó napot kívánok, kezi csókala. Mert már mindjárt infartulós kapok. Neked van cookie, az baj? Hát, kinek baj? Nekem aztán le. De hova az anyámba menjek, ha már átnéztem mindent? Keresse meg a belépő kártyát a laborba való belépéshez. De azt mondta, hogy a harmadik emeleten. Mit nem láttam, vagy nem vettem észre, vagy mi van most? Jó, itt is átnézünk még egyszer mindent. Muszáj innod egy viszkit? Na nyomasd akkor a viszkikért. Itt mag biztos a barátod lesz benne. Meg a társad, meg minden is. Ja, bár ő most fröccsözik, azt mondta. Mert letérett a borospincébe és észrevette, hogy nagyon sok bor van ott lent. Valamiért. Úgyhogy meg kell csappantani a borkészletet. Nem tudom elképzelni, hogy hol lesz ez a belépő kártya amúgy. Minden szart is végignéztem. Hát itt a harmadik emeleten annyira nem. Hogy ide kell nekünk a belépő kártya, ide bejussunk. Valamelyik tanterembe, nem is tudom melyikbe. Aha! Az ott egy Windows 7-es képernyőt nézeget a Mari, nem? Na várjál, az a Smiagolos nő. Smiagols? Hello? Konnichiwa? Konnichiwa? Hello? Mi a hely? Dik, hogy néz engem az a kis... Kis rafinát, te csont és bőr! Takarodj arról a székről? Még aztán véletlenül rászárod a lukad. Oh, hello, amúgy nem veszed észre, hogy ott ülnek azon a széken és biztos meg van rángotva a nő? Idegileg, lelkileg, ki van készülve, nézd meg. Csont és bőr. Ám egy cukiskodik. Beszarok. Hello? Engem is beszippanthatna valaki így amúgy. Valaki? Ilyen szippantást vállaltok alulról? Baszak, ez már nem is szippantás, ez vákum. Bevákumozták öreg asszonyt. Energiital. Fúj. Rá se akarok nézni erre a székre, ahol volt a nyagyesz. Azok azt hittem szíveskét küldött a leánk, akkor majdnem infarktot kaptam. Jó, akkor ez itt ennyi. Találkoztunk a mesztelen Szatilő regasszonyja, és akkor így csókolom. Most komolyan egyik emeleten a fiúki, a másik emeleten a lányoké, a vécé. Azért, hogyha szarnod kell, akkor elég sokat kell futnod, véletlen. Jó, én nem értem mi van itt, komolyan mondom. Ma végignéztem minden szart is. Jó, akkor a másik oldalra indulunk meg. Hello? Váma, belejtettem a fülhallgatómat a vízbe. Nagyon jó volt. De nem, nincs semmi baja. A AirPodsomat, egyiket. Megúsztattam egy másodpercre. Itt van egy démon gyümölcs, nézd meg! Tiszta One Piece. Nagyon ügyes vagy? Megesik el ilyesmi, abban másodszor amúgy. Másodszor fordult elő velem ilyen, de működik, és minden rendben van vele, úgyhogy nagyon jó. Na, szeretnék bemenni ezen a kurvajt. Mikor vettem fel a belépőkártyát erre? Én miért nem emlékszek?
És ahogy látod, ti sem nagyon emlékeztek rá, mert egyik őnek sem mondtam úgy, hogy ott van a zsebedben a belépőkártya. Én meg keresem fél órája. Úgyhogy nagyon néznek itt emberek. Jó, ez a csaj, ez teleportál amúgy. Teleportációs képessége van ennek a fiatal hölgynek. Weng Chao Shang. Szimp tanúsítvány. Egy kézzel írott szarkazmussal teli bizonyítvány, ez így szól. Szimp certifikát, gratulálok a szimpla cím feloldásához. Egy nap rájönnek, milyen nagyszerű ember vagy, lol. Remélhetőleg, aki megkapta a bizonyítványt, egy napon megtalálja a saját boldogságát. Valaki mondott már a szimpről valamit, de most már nem emlékszek. Itt egy nagyon jó videójáték fog Steven. Szeretetteljes szerelmes levél. Ha te egy illatos virág vagy, akkor én vagyok a pillangó, aki megáll melletted és megszállottan szárad. Ha te vagy a hatalmas óceán, akkor én egy hal vagyok, amely nem tud megélni, hogy elhagyjon téged. Csak melletted tudok lélegezni. Ezzel a levéllel szerelmemet vallottam neked. Úristen, majdnem elcsöpögtem közben. Ez nagyon szerelmes levél volt. A javából. Mindent értünk. Oh. Ezek a képek, ezek eszméletlenek. Ezeket nagyon szeretem. Ezek olyan szépek. Belájkolom, nem lehet? Szörnyű. Na várjál! Ez egy buzi kép, csak most mondom. Ez a karkötő egyik csávón volt rajta, nem? Flicker? Az a Facebook? Ez egyik csávón volt ez a karkötő rajta fixen. Míg elején. Megmondtam is, hogy milyen karkötője van. A Google. Nem talált keresést a Google. Google. Az önkeresés sem működni fog. Thingsword fele. Nem egyezett egyik irattal sem. Igen, ezt már láttuk ilyet élőbe is. Tapasztalat. Mindannyian tudjuk, hogy rossz indulatú, bla 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 bla. Jó, ezt most nincs kedve elolvasni. A hídátok. Tartalom, június 10. Élő lélek, éjfélkor az elátkozott hídon sétál az eredeti 13 lépcsős lép. Cső, 14 lépcsésé várt. Ha valaki véletlenül megszámolja a lépcsőket, abban a pillanatban, amikor megszámolja a 14. lépcsőfokat, megjelenik egy női szellem, és elviszi a szerencsétlen lelket a mélységbe is tovább. Hát ezt már olvastuk. Csóró Alex valami meghal. Hozzátok neki itt azért fröccset. Fökönteni. X. Smart man, year two. 这不是学长的ID吗? 啊? 跟厉鬼决斗? 真的假的? Hát te Nicolette! A elveszett bárányka mostanság. Szia, hello! Mi a helyzi, mejzi? Már jobban vagy? Mint voltál kedden? Te mit nézel ezen a semmi táblán? A cukiskodáson kívül, hogy pofonvágdos nálok amúgy valamivel, csak mondom. Pazdok, ezen a táblán nincs semmi. Mit kell csinálnom itt? Jelölje be Wen Yao ülés. Mi? Milyen ülés? Most már jobban? Na, az fiszi fasza. Én? Hát
只要我们照上面说的做，mondjuk rá, Nikolaj. 就可以救学长哎。啊，你认真？ Most pici betegesen amúgy, de. 啊，我知道你不信啦。Amúgy minden rendben. 但不是怎么知道？而且学长平常这么照顾我们，如果他真的出事了，我们当然要去救他啊。你不是怕鬼？怕怎么不怕？说不怕。可是学长那么怕的人都冲了。Jó, ez a játék után nekem át kell, ezért kell néznem, One Piece, basz meg, komolyan mondom, hogy valami japán hangot halljak. 那你先去找铅笔跟去自由。要干嘛？啊，キライトマケ。脏成这样，不先用干净要怎么看？快去找，我在这等你。哦。De a második része is kínai volt. A második része japán volt, nem? Én most ezt teljesen vissza kell hallgassam. Ceruza! Ez kellett a csajónak, nem? Ki kell húznunk valamit. Hiányzik szükséges kulcselemek. Mi kell még? Radír? De hogy így vannak NPC-k beprogramozva, hogy állandóan három pozíciót vegyenek föl, hát ez kikészít. Ez teljes mértékben kikészítettő a három pozíciót, amiben így járkál ez a csaj. És így cukiskodik, érted? Miért nem hajul le? Miért nem fogja meg a körmét? A lábujjait? Olyan miért is beprogramozva? Ilyen hülyeségek, érted? Ilyeneket csinál a testivel, amikor le is hajulhatna. Na mit kell találnom nekem? Jó, itt nem tudok kimenni. Aha! Foltisztító, cleaning, nafta. Rákkeltő anyagot tartalmaz. Aha. Ja, és így megtudom, hogy mi volt ide, mi volt ide írva. Csaldú díjén bú záj nőgői csáv. Záj szúsze díjá szó. A kollégium pincéjében van. Zsőségi gyalszó szógó, zsenszáv zsibáv, jó záj zsőségi. Jóng csíxin gyen, lén szíti ígyi kán le. Zsőségi vejí gyíjú dájá de fangfá. Ah, egy holt, egy city. Tászol nál csíxinjén kán... kán city, ee. Oh, zsímen húlán de dongsi, ni hány szín, ó. Kösze... Ajó, búrán, ni pejó csí zsőségi gyalszó kánkán, má. Bájtó lá, zsőhó ízzi lá. Azt kell, hogy mondjam, hogy a második játékkal játszottunk először. Az izgalmasabb volt egy fokkal az a játék. Itt ebben a játékban még nem is volt puzzle meg ilyenek, nem? Így csak megyünk, szellemeskedünk, beszélgetünk, és tüsszenteni fogok. Köszi! Mondom, hogy beteg vagyok, baszki. Komolyan. Tüsszögünk itt jobbra-balra. Jó van már, halló, hát ha csunkát csuhá már csáv, inkább a szemetet itt bűzölök. Csunkát hagyá! Köszi, azt a kurva, ezért varjú mindenedet. Köszi, köszi! Szóval a kettedik része ennek a játéknak egy fokkal izgisebb volt. Bár itt se értem a sztorit, de azt az egyik horror játékban se értem fölvenni, mondom itt a sztori vonalat, mert nekem ezek nagyon kacifántosak. És hogyha valahol leragadok, meg ugye ezek a nevek se segítenek ebbe. Ez a saját, nem tudom, hogyan teleportálgat amúgy. Előbb még mögöttem volt. Aha, itt hiányoznak könyvek. A DLDA. A szabadság tüze. A trónokharcát is kéne olvasnom, baszki kám. Azt olvastam már fél éve. 3-4. Lehet, hogy most lesz pász, hogy pont mondtam, hogy nincsenek. Post-it cetli, amelyen mindenki meghal, és könyves pontszámok olvasható. Aha, élet, születés, lélek. És a negyedik le van törőve, és erre kell haladni, lássátok, ott van egy nagy nyíl. Szóval lélek, születés, élet. Lélek, születés, élet. Nem tudom még ez mit jelent. Életről is, ja, hogy
A lelkes könyv. Hello-tok, fiúk, hello. Mi a helyzet? Ez Mozart, nem? Legalábbis úgy néz ki. Halál. Az van letörülve szerintem. Születés. Bezony. Szóval lélekkel kezdünk. Gondolom ez lesz első. Lélek. Születés. Élet. És halálsz ki. Jó, akkor nem jó gondolkoztam. Még azt hittem, hogy ez így van sorrendben, de akkor nem. Vagy akkor halál mind át, öhő? Akkor ennek mi értelme van? Na várjál. Itt írja a pontos izét. A DNA a 74-73-as. Hol van ez? Az élet eredete. A D 74-73. Jó, ide kettő jön. Az élet eredete. A D 36-58. A haláltól az életig. Várj, de ez a születés, basz meg. Igen. Akkor a E. 68-97. Az élet szakaszai. Életről és halálról született, hát lehet, hogy ez az. Ez mi volt ez? Lélek. És most érte, hogy hazaszokik a... Na, az fasza. Ja, már 7:30 van! Úristen, hogy elment a idő. A 54-27, annak meg a léleknek kell legyen. Ötvennégy, huszai, end of life. A felső szint. Hát ezt most, én ezt most nem értem. End of life, a élet vége, halál. Most mi van? Kurvára idegesít ez a lámpa amúgy. Na még egyszer. 74-73. Ezt most még egyszer átolvasom. Középszint. Az élet eredete. Ubba Patti Bahara írta ezt a könyvet. Középszint D.
valami ubapati darát kell. Valami dara. Ez Kavató Baha írta. Valami darát kell keresni. Azt ugyanazt néztem meg. Mi ez a Katvaró Baha? Agyfasz kapok. Azt hittem, hogy ez a költő, vagy író. Abban a pillanatban, az élet semmi a kezdődött, és a nőstény testével embrió alakult. Upa Patti bar... Na várjál. Ez az a dara, akire én gondoltam. Mi van? Azaz, Upa Patti bara. Igen? Aha! Ja, van Purvakala bava. Ja, mindenki bava, csak más bava. Ó, faszom. Jó? Ez volt az a dara, akit kerestem. Csak nem mindegy, hogy milyen dara. Jó, akkor ez milyen dara? Első könyv. Ez a Katvaró dara. Igen? Első könyvem a Katvaró dara. Upafati dara. Antara. Most már mit keresek? Elfejtettem, mit keresek. Hú, kecik, kicsinak. Jó, Upa Patti dara. Nézzük meg, melyik az a Upa Patti dara. És akkor folyó fogom tudni, hol kezd berakni. Ez a Marana bava. Antara bava. Upa Patti bara. Na ez az-e. Upa Patti. Igen. Legalább egy legyen meg. Upa Patti. 74-73D. Középszint. Akkor ezen ide. Jó, ez hosszú szülés lesz. Mindjárt. Azt mondja, hogy ez a milyen dara? Ez a Marana dara. Ennek is D-nek kell, hogy nem biztos, hogy D lesz az. Mi volt ez a Marana? Jó, elfejtettem, hogy milyen daráról volt szó. Purvakala bava van. Ez a E betűs. Purvakala bala. Vagy mi? Hú, srácok, teljesen ki vagyok idegileg. Ilyen darákkal. Marana. Jó, Marana. Olyan is van. Marana. Olyat láttam, azt hiszem. Marana, Marana, Marana. Itt van-e? A... Felső szint. A Marana. Az melyik volt? Ez a Marana. Jó? Jó, mert csak kettő van, ezt már kimatekolom. Jó, hát persze, hogy fordítva rakom be. Nagyon jó. Vagy valamit meg kell nyomnom. Ide a kék. Oda meg a fehérsz. Ha-ha! Na, amire itt a nagy izé vagyok, IQ bajnok. Ez a hülye darák, érted? Addigra kiderül, hogy van egy jelszó is. És ez egy ABC-s is. Ott van a végén írva valami, nem? Aha, hogy ez lesz a jelszó. Lélek, születés, élet. Meg a halál.